Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a díjam 4000 forint. Ez a felvétel május 2-án jelenik meg, és az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Danista holdházban van, ami jelenti a gazdagságot. És ez a holdház azt üzeni nekünk így most a hold mozgása által, ha megvan ez az elképzelés, hogy legyen nyeremény, vagy tudjuk azt, hogy mi értékesek vagyunk ahhoz, hogy megkapjuk azt az élettől, amit megérdemlünk. Ez lehet például a szerelem is. Tehát, ha itt van egy konkrét elképzelés, hogy legyen nyeremény, vagy gazdagság, vagy siker, vagy életöröm, szerencse, hogy ez a szerencse most belépjen az életünkben, ezen a napon meg kell változtatni az energiamezőt. Mégpedig ezt úgy értem, hogyha eddig voltak bizonytalanságok, vagy nem hittél ebben, akkor most ezt a gondolatot, vagy ezeket az érzelmeket meg kell változtatni, egy más irányba terelni, hogy ez a szerencse tényleg beköszöntsön most az életünkbe. És most megnézzük, hogy mit üzennek a kártyák. Az ő gondolatait felül látjuk. Itt van a bosszúság, a vita, a veszekedés és a veszteség. A kártyáknak két jelentése lehet. Egyrészt jelentheti azt, hogy valaki ellopott tőle valamit, mert volt veszteség. Ez lehet pénz, ez lehet az ideje, vagy az energiája, és emiatt a lopás miatt, emiatt a veszteség miatt dühös. És ezt ő meg fogja említeni, mert látható a képen, hogy itt vitákról is szó van. A másik lehetőség a kártyákat értelmezni, hogy a veszteség segít, mert eddig voltak viták, veszekedések, és a veszteség eltávolítja ezt a személyt, eltávolítja ezt a helyzetet, és így megnyugszik, rendeződnek a dolgok. Az érzelmeit bal oldalon láthatjuk. Itt van az utazás. Ez lehet egy lelki út is. Egy lelki kapcsolat kettőtök között. Azt is jelenthetik a kártyák, hogy tervez veled együtt egy utazást. Amit még jelenthetnek a képek, hogy távol van és meglátogat. Vagy távol van, és lesz egy meghívás, és te látogatod őt meg. Itt van a levél, ez lehet egy hír, lehetnek szerződések is, vagy egy meghívás, és ez a levél útban van hozzád. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy ő úgy érzi, hogy jön tőled egy hír, és ez a levél már útban van hozzám. Mit fog tenni? Ez jobb oldalon látható, itt van a szerelem, te szereted őt, ő szeret téged, és látható az örvendezés. Lesz egy jó hír, vagy találkozni fogtok, és ennek ő is örül, te is örülsz ennek. Mi fűz össze benneteket, ezt jelenti a magyar kártya, amit a férjem készített, a rovás írás, itt most a G betűről van szó. Mit jelent? Ez lehet név, ez lehet egy fogalom, lehet egy város is. Nekem például Gyöngyi jut eszembe, vagy György, mint város, Győr, és mit
mint fogalom gyorsan, gyorsan mennek előre az események. A rovás írás középen látható, ennek van egy szimbolikus jelentése is. Az egyenes vonal az jelenti vagy a te életutadat, vagy az övéd, vagy egy közös életutat. És itt kereszteződik valami. Ezek lehetnek külső befolyások, vagy ajánlatok, és itt döntésekről van szó. Ez olyan, minthogyha autóval utaznánk, és itt a kereszteződéseknél fékezni kell a dolgokat, lelassítani az eseményeket, odafigyelni balra, meg jobbra, hogy milyen befolyások vannak, és ez kihat az életútra, itt döntésekről is szó van. A napi energiai kártya az jobb oldalon alul látható, és mint a képen látható is, a hölgy takarít. Lehet, hogy ez az üzenet, ki kellene takarítani valamit. Itt söpör a hölgy, kisöpör valamit. Én ezt a képet úgy értelmezném, hogy vannak bizonyos dolgok az életünkben, ami akadályoz bennünket, vagy személyek, akik akadályoznak bennünket, és ezt ki kell söpörni, tisztítani bizonyos dolgokat. Ezek lehetnek gondolatok, negatív gondolatok, mint például, ez úgysem fog sikerülni, akkor ki kell söpörni ezt a gondolatot. Ezek lehetnek negatív érzelmek is, mint például félelmek, kisöpörni a félelmeket, vagy lehetnek rossz kapcsolatok, le kell zárni, ezeket a személyeket el kell távolítani. Én gyakran még a tárgyakat is megemlíteném, hiszen annak is van energiai befolyása. Lehet, hogy van az otthonodban egy tárgy, amit nem kedvelsz, de eddig még nem dobtad ki, mert úgy gondolod, ezt én ajándékba kaptam, hát nem dobhatom el. De ha téged zavar, és érzed az energiáját, hogy nem tesz jó hatással rád, hiszen a tárgyaknak is van kisugárzása, meg energiája, akkor inkább távolítsd el, jót tesz neked. Ezek lehetnek bizonyos helyek is, ami rabolja az erődet, az energiádat, mert nem érzed ott jól magad, kisöpörni az életből, és menj olyan helyekre, ami jót tesz neked, ahol érzed azt, hogy fel tudsz lélegezni, erőt ad számodra. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra ez a G betű, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!